Tatnak akarták nevezni, nem Kitnek! A Pontiac gyár azt mondta, nem adok autót a filmhez. Jó napot! Logikám kikezdhetetlen. Ó, milyen lett volna női hanggal? Fogtuk a kocsikat és mentünk. Nem volt papírozás, nem volt semmi. Mint hazautók nem is léteztek volna. Ez a sorozat története. 80-as évek eleje, Amerika. A komputerkorszak hajnalán vagyunk, az egész ország felnőttek, gyerekek imádják az autókat. Az NBC tévétársaságnak kellett egy hős péntek estére. Nagyon unták már, hogy évek óta a konkurens ABC és CBS csatornák nyomába loholnak, és megbízták a Universal Studios, akiknek köszönhetően kerek 40 évvel ezelőtt, 1982. szeptember 26-án útjára indult a Knight Rider, és meghúzta a győzelmet és a világsikert. A mára ikonikussá vált sorozat 1982 és 86 között 4 évad alatt 84 epizódot élt meg. A világ elesettjeit gonoszoktól megmentő magányos lovag koncepcióját ülteti át a 80-as évekbe. A magányos lovag esetünkben ember és gép duóját jelenti, melynek egyik tagja a nyomozás közben fejbe lőtt rendőrből plasztikai műtét során újjászülető Michael Knight, aki megmentője a Jogért és Igazságért Alapítvány égisze alatt dolgozik tovább társával. Az átépített Pontiac Trans amelyet mesterséges intelligenciával, kompjútervezérel, bomba és golyóálló, 1000 megabites memóriával rendelkezik, rakétákat tud kilőni, felpattanó emberkilövő ülésekkel, tévével, kamerával, amellyel még saját magát is látja kívülről. Tesla, van még hova fejlődni. Főnökük egy angol úriember, Devon Miles, állandó segítőjük a fehér overallos technikus, Bonnie Barstow, aki prostó módon megfogalmazva Kit szerelője. A sorozatot Glenn A. Larson producer álmodta és alkotta meg, aki amúgy már távozóban volt a Universal Studios-tól, viszont egy darab sorozatra még kötötte a szerződést, és a Universal autósót akart. A terv adott volt. A magányos lovag az igazság nevében átszeli az egész országot, hogy megmentsen mindenkit a gonosztól, akit a hatóság nem tud, vagy nem akar. Mindezt hogyan ültessük át a modern 80-as évekbe? Hát a ló meg a vadnyugat egy picit már elcsépelt. Legyen friss, legyen jövőbemutató, legyen menő! Ló helyett legyen lóerő! Larson, a producer, addigra már elég sok filmet és sorozatot készített, így a menő cuccokhoz volt honnan merítenie. Az általa évekkel korábban elkészített Battlestar Galactica nevű szériából Cylon karakterének a vörösen pásztázó szemét kölcsönözte, és akarta elhelyezni az autó. Így erősítve, hogy az autónak személyisége van, és egységként szemet és szívdobogást is adva neki. A producer a filmbeli autó alapjaként a kezdetektől fogva a következő évben, 82-ben frissen megjelenő Pontiac Firebird Transam harmadik generációját képzelte el. A car that lets you slip off the commonplace and experience driving excitement as never before. A GM a 70-es években egész sok autót adott filmekhez és forgatásokhoz. De a producer úgy gondolta, hogy a második generációs Transam picit kiöregedett már, használták más filmekben is. És egy futurisztikus, modern, jövőbemutató sztorihoz csak a legújabb, még meg sem jelent, harmadik generációs lehet a tökéletes választás, plusz neki nagyon tetszett a formája. Azonban a Pontiac anyacége, a GM, nemet mondott! A cégnél volt egy nagyhatalmú vezető PR menedzser, akit úgy hívtak Jim Graham. És ő úgy gondolta... Filmsorozat, amiben egy autó beszél... Totális bukás lesz! Ennek amúgy az is az oka lehetett, hogy a 60-as években az amerikai tévében ment egy vígjáték. Anyám az autó, azt hiszem az volt a címe, ebben egy régi kocsi női hangon beszélt, és amely sorozat hatalmasat bukott. Ő azt akarta, hogy a Pontiacot és az új modellt igenis vegyék komolyan. Firebird conquers the wind and the world. Eric Dahlquist nyugati parti PR főnök asztalán csörög a telefon. A hívó fél, miután meggyőződött, hogy kivel beszél, csupán ennyit mondott. Legyenek ma délután 4 órakor a PMT szállítmányozó cég telephelyén. 3 fekete Transam lesz ott, a kulcsok benne. Vigyék őket, maguké. A mai napig nem tudják, hogy ki telefonált. Oda mentek délután 4-re, Harker Wade producer plusz még 2 ember, és nem hittek a szemüknek. A PMT emberei kigurultak a 3 autóval,
kiszálltak, és elmentek. Nem szóltak egy árva szót sem. Még rájuk sem néztek. Az ő szavaikat idézem. Fogtuk a kocsikat és mentünk. Nem volt papírozás, nem volt semmi. Mintha az autók nem is léteztek volna. És mindezt hogyan? A PR vezető Graham elutasította ugyan, de sokan nem értettek vele egyet, köztük volt Eric Dahlquist, nyugati parti PR menedzser is, aki ugyan a felettesével nem ellenkezhetett, de nyomatta az ötletet minden fórumon, körzeti menedzserekkel beszél. Sőt, 1981 nyarán, még a Pontiac új nagyfőnökének, Bill Haglennek is megemlítette, aki ennyit mondott, nem bírálom felül Graham döntését. De ha megoldod valahogy, a papír részét aláírom. Emberünk beindult, fontos kereskedők, marketingesek és tervezők támogatását gyűjtötte be, sőt, az összeszerelő üzem és a szállítmányozó cég feje is mellé állt. Mindezek birtokában elkészítette és elküldte az iratokat a főgórénak, aki, ahogy ezt korábban megígért, aláírta három full felszereltségű fekete trendszem legyártását, amit 82 áprilisára igazoltak vissza. Megvoltak az autók! A James Bond filmekbe illően megszerzett három autóval végig tudták csinálni az első évadot. A filmkészítők szerencséjére történt egy vonatbaleset. Ez egy szállítmányozó vagon volt, amiről 32 darab Firebird leesett. Ezeket Larson jelképes 1 dolláros áron megkapta, és 16 darab a Knight Rider-é lehetett. A filmbeli autó neve az első verzió szerint TAT lett volna, mint Trans M 2000. De egyrészt Larson úgy gondolta, hogy nagyon nehéz kimondani, és furán is hangzik. Másrészt a Pontiacnak nem minden átalakítás tetszett, így a gyár nem akarta, hogy az autót nevén nevezzék a film. Először Knight 2100-ra változott, aztán Knight 2000-re. Ebből lett Kit. Hát ezt égő elmondani is. Kit a legelső tervek szerint női hangon beszélt volna. De ne! A fejlődésem során újraértelmeztem a törvényeket. Az emberiség érdeke néhány ember feláldozását kívánja. Ugye, hogy nem? Szerencsére ezt az ötletet szinte azonnal elvetették, úgyhogy az előbbi dráma tök fölösleges volt. A végleges hangját Amerikában egy igazi úriember, William Daniels kölcsönözte, nálunk Magyarországon Versenyi László volt a szinkrohang. Kit hangja, Mr. Daniels, a szövegeket mindig utólag stúdióban mondta fel, és ezeket később keverték a leforgatott film alá. Így esett az, hogy Kit és Michael a való életben a forgatások alatt egyszer sem találkoztak, legelőször és utána minden évben csak a karácsonyi partin futottak össze. Álló jeleneteknél Michael ül a kocsiban, egy stábtag pedig a kamera mögött, papírral a kezében, és olvassa a Kit dumákat. A közeli vezetős jeleneteknél, ahol amúgy mindig vontatták, az előtte lévő autóban ült a stábtag, aki olvasta Kit szövegeit, Michael pedig a rádión keresztül hallotta, így tudott rá reagálni. Hogyan született a híres műszerfal? Dolgozott a Mattelnál egy fiatal játéktervező, Michael Sheff. A producer őt kérte fel, hogy tervezzen Kitnek egy futurisztikus, de azért hihető belső. Ő neki kezdett a melónak, és egy hét alatt megtervezte ezt. Így az ő fantáziáját dicséri az íves műszerfal, a ledek, a villogó kijelző. A forgatás kezdetéig egész kevés idő volt hátra. Ezért összekapta a csapatát, kütyüket vásároltak, kötözgettek, forrasztgattak, és néhány héten belül meg is építették. Az első bemutatkozó epizód után a kocsi orrészének finomítását is rábízták. Apropó, külső és orrész. Hogy mi a szalvéta? John Cinella, a Pontiac vezető tervezője, és Harker Wade, egy másik producer, egy étteremben vacsora közben éppen arról beszélgettek, hogy milyen is legyen Kit külseje. A producerek nagy változásokat nem akartak a kocsi külsején, csak hogy térjen el a gyáritól. Igazából szabad kezet adtak, Larsonnak volt csupán egyetlen kikötése, a vörös szkennert el kell helyezni az autóra. És ezen a vacsorán John Cinella ott az étteremben, a történelemben először egy szalvétára leskiccelte Kit külsejét. Elindult a show, és nem azonnal ugyan, de hatalmas siker lett. Az NBC újra vezető pozícióba került, és még a konkurens CBS csatornán töretlen sikerrel futó Dallast is lenyomták. Imádták a gyerekek, a szárnyaló fantázia és Kit miatt. Imádták a férfiak, a rengeteg autós üldözés, a jó csajok és Kit miatt. És imádták a nők is Hasselhoff miatt. David Hasselhoff, az akkor 30 éves, 193 centi magas, kékszemű szívtipró egy csapásra sztár lett. Michael Knight szerepére sok fiatal színészt castingoltak, többek között Don Johnson-t is, aki később a Miami Vice-al lett híres, de az NBC TV csatornának egyik próbafelvétel sem tetszett. Larson ekkor újra megnézte a próbafelvételeket, és azonnal hívta telefonon az NBC-t. Hi! Aztán a Hasselhoff-val mi a szarbajotok volt? Kis idő múlva a tévétársaság visszahívta,
Oké, Glenn, David Hasselhoff a tiéd. Az én kedvenceim mindig azok a részek voltak, amikor a hősnek megjelenik egy gonosz verziója. Jött például Carr, aki itt gonosz mása volt. Láttuk Garth Knightot, akiről kiderült, hogy róla mintázták Michael ábrázatát a plasztikai műtét során. Az ő külsejének megváltoztatásával sokat nem küzdöttek, mert Michael kapott egy pici D'Artagnan szakállt, meg bajuszt, és mindig rondán nézett. És Garth volt az, akit megspékeltek egy óriási bombákkal, meg rakétákkal felszerelt kamionnal, és persze mi mást akart volna, mint Kitet és Michaelt elpusztítani. Kit! Gyere, Pajti, ments meg! Imádtam szomorkodni, amikor az epizódok során Kit többször is meghal, vagy majdnem elpusztul, savba meríti. Kérlek, segíts! Vagy érkezik egy buldózer, ami rommá töri a kaszniát. A mai napig a fülembe cseng az intro dallama. Csütörtök este 18.30. ORF1, Aircoms, Night Rider. A sorozat zenéjét Stu Phillips komponálta. Később Don Peake is besegített, de kevesen tudják, hogy nem nevezném csóreszolásnak, de az ihletet egy francia zeneszerző Léo Delib művéből a, és most itt figyeld a francia kiejtésemet, Marche et Cortège de Bacchus-ból szerezte. Lement az első évad óriási sikerrel és nagyon jó nézettséggel. Így jöhetett a második. Amiben Bonnie-t lecserélték, April lett az új technikus, viszont ez az embereknek nagyon nem tetszett, sem a nézőknek, sem a szereplőknek, így az ő tiltakozásukra a harmadik évadban Bonnie visszatért. Viszont telt az idő, és eddigre a valódi autók kezdtek közeledni a Kidben addig csak fantázia szüleményeként létező dolgokhoz, villogó csipogó lámpák jelentek meg bennük, figyelmeztető jelzések, hogy kapcsolt be az övet. Muszáj volt Kitnek is egy picit megújulnia, ezért modernebb belsőt kapott, újabb lett a műszerfal, a kettő tévéből egy lett. Picit változott a külseje is, az orr részen módosítottak. A negyedik évadra a megújulás és az érdeklődés fenntartása érdekében érkezett az SPM fokozat. Ez ilyen kinyíló bizbaszokkal hipersebességre gyorsítja Kitet. Ezt az autót már George Barris műhelye tervezte, ő követte el többek között az 1969-es Batmobilt. Ekkor jött a kabrió is, de ez is csak fikció, ugyanis a Transamből sosem létezett motorossal lenyíló keménytetős változat. Csak vászontetős és kézi. Tervbe volt véve egy ötödik évad is, de a számuk makas dolgok a sót 86-ban elkaszálták. 85-86-ban a tévétársaságok több más sorozatot is megszüntettek, főképp anyagi okok miatt. A Knight Riderhez hasonló, sokszereplős, nagy stábban rendelkező, általában külső helyszíneken autókat és akciókat felvonultató sorozatok nyilván sokkal, de sokkal többel kerülnek, mint egy helyszínen, azonos stúdióban, négy ugyanazon főszereplővel forgatott sitcom. Született kereskedő vagyok. Elnézést kérek, nem? Hey! Zavarom én magát a bányában, mikor hozza föl a szenet? A kaszkadőr Jack Jill elmondása szerint az utolsó időben a show-nak már 6 producere volt, és sajnos előfordult, hogy mindegyik mást akart. Spóroltak a jeleneteken, korábban már leforgatott felvételeket használtak újra fel, és a történetek is egyre gyengébbek lettek. A Knight Rider szelleme azonban tovább élt. Világszerte 82 országba adták el a sorozatot, számtalan játék és mindenféle bolondság készült, kilövős Hot Wheels autó, a háromkerekű bicikli, Knight Rider Power Cycle with Kit on the pretend instrument panel. Here he comes. You can pretend Kit is talking, leading you to the enemy. Say they're behind the fence? Let's get him, Kit. He's gonna pass us. Yeah. The spin-out lever. Knight Rider. Got us cool. One more, Kit. Go to turbo. Knight Rider. Knight Rider Power Cycle comes complete with spin-out lever. De még Knight Rider szendvicses dobozt is lehetett kapni. Sőt, 1986-ban az első számítógépes játékok között is megjelent, 88-ban Nintendo-ra is megcsinálták. 91-ben született egy egész estés Knight Rider film. Ebben benne volt Michael, Devon, még Kit is, csak éppen nem fekete Pontiac Transamként, hanem egy tűzpiros Dodge Stealth Mitsubishi 3000 GT Knight 4000 néven. Nos! Ahogy nekem, a közönség nagy részének sem tetszett, ezért sorozat nem lett belőle. Ekkorra David Hasselhoff már fél lábbal a piros vízimentőn a drágjában ácsingózott. 2008-ban jött egy újabb Knight Rider tévésorozat, ahol a Knight 3000 újra fekete volt, és szerepét egy Shelby Ford Mustang alakította. Az első részben még maga David Hasselhoff is megjelent, mint az új főhős apja, volt benne Carr is, mint gonosz, de mégsem aratott nagy sikert.
minden évben megjelenik a hír, hogy jön a Knight Rider mozifilm. 2005-ben már a forgatókönyv is elkészült, sőt a főszereplőt is tudni vélték, Michael Knight fiát Ben Affleck alakította volna. Aztán egy évvel később eladták a jogokat, itt ugyanúgy Michael Knight fiaként, de már Orlando Bloomról beszéltek, mint főszereplő. Ne tessék ezeknek bedőlni, eddig még egyikből sem lett semmi. Meg aztán el tudnád képzelni a Knight Rider fekete pontját transzem nélkül, ugye nem?